Molnár Páltól, a Városgondnokság vezetőjétől megtudtuk, hogy befejeződött a Villamos utcai székház felújítása. Így a hónap végéig kiköltöznek a nagykorlátogató központból. Május 31-ig kell kiköltözni a Villamos úti megújult szép irodaépületbe, amit pályázat keretében sikerült felújítani. Egy pályázat keretében sikerült felújítani a Városgondnokság villamosúti irodaépületét. Ebben a országgyűlési képviselőnk F. Kovács Sándor úr segített, amikor még megyei közgyűlési elnök volt, nagy segítség volt. Én abban az időben megkerestem, hogy nagyon rossz állapotban van, ő kijött, megnézte, szemrevételezte, hogy valóban mit tud ebben segíteni. Eltelt néhány hónap, az is lehet, hogy egy év is eltelt, de most úgy érzem, hogy mellékes, és az egyik nap örömmel jelentette be, hogy tud segíteni, olyan pályázati forrásokra bukkant, vagy olyan pályázati forrás van, amelybe be lehet az épület, irodaépület felújítását illeszteni. Én ezúttal is a Városgondnokság valamennyi dolgozója nevébe szeretném neki ezt a áldásos munkáját megköszönni. Az épület az 1900-as évek elején villamos energiatermeléshez szükséges gépház volt, amely a város közvilágítását látta el dízelmotorok segítségével. Az épületről azt tudni kell, nagyon kevesen tudják, hogy ez valójában a 900-as évek elején egy villamos energiatermeléséhez szükséges gépház volt, amely a város közvilágítását látta el dízelmotorok segítségével. Ugye a olajat a szállítani kellett, valamint a vasút közel volt hozzá, itt kialakították az összeköttetést a vasúttal, a alapanyagok megérkeztek és elektromos áram fejlesztése történt. Majd a rendszerváltás után a Titász költözött ideki, és a Titász, amikor a 60-as, 70-es években elfoglalta a Madarasi úti telephelyét, ezután a város gazdálkodásnak a székhelyévé vált, és ez az épület kisebb-nagyobb felújítások alatt átesett, de az alap az az 1900-as években épült, és hát gondolhatjuk, hogy a kor színvonalát messze alulmúlta már ez, mind szigetelésben, hőszigetelésben, vízszigetelésben, energetikailag, tehát minden, statikailag mindenféleképpen nagyon fontos volt már ez a felújítás, és bízom benne, hogy a következő 100 évben is szépen fog mutatni ez az épület, mert most tényleg nagyon szépen mutat, és ha olyan állapotba kerül, amikor föl kell újítani, újra felújítják, és a funkciót ugyanúgy be fogja tölteni, ez majd még a jövő el fogja dönteni, hogy milyen funkciója lesz. Egy biztos, hogy most május 31-től a Városgondnokságnak a telephelye és székhelye lesz, iroda tekintetében is. Az épület felújítása úgy készült, hogy a tervezővel a részleteiben végig tudta beszélni Molnár Pál, hogy a napi munkájukban mire van szükségük. Ez az épület úgy készült, hogy sikerült leülnöm a tervezéssel, és ennek nagyon örülök, és még egyszer szeretném képviselőnek megköszönni, hogy ez a lehetőség megvolt. Tehát nem úgy erőltettek ránk egy tervet, hogy van egy típus terv, ha tetszik, hanem ez lesz, erre van pénz, hanem a részleteiben végig tudtuk a tervezővel beszélni, hogy mire van szükségünk. Hozzá kell tennem, hogy még így is van olyan, amit most másképp csinálnánk már, de hát ez már csak ilyen, de nagyon sok olyan dolog lett volna, hogyha nem mi tervezzük, amit nem úgy csináltunk volna. Így azért sokkal jobban a saját ízlésvilágunk szerint tudtuk kialakítani, és a funkcionalitásnak megfelelően tudtuk kialakítani. Természetesen van egy melegítőkonyha is, a melegítőkonyha most egy nagyon kis helyiség, a kollégák, mivel ugye távol van a ebédelés, nem megoldott olyan értem, hogy bejöjjenek rövid ahhoz az ebédidő, ki szokta mindenki hozni magával, és akkor van egy ilyen helyiség, ahol elő tudják készíteni a ebédet. Júniustól minden ügyet már a Városgondnokság Villamos utcai székházába lehet majd intézni.